mi az, amitől legjobban fél? Én úgy gondolom, és lehet, hogy ez meglepő lesz, hogy Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó urunk óta ilyen vezetője az országnak nem volt, mint Viktor. Én attól félek, hogy valami nagyon rossz történik, és nem ő lesz a továbbra is a miniszterelnökünk. Csináljunk egy próbát, nyugdíjasok, készül. Én leteszem, mert még nem vagyok. Két helyen is voltunk, egyszer voltunk Bécsbe, karácsonykor, előtte meg, ja nem, akkor izébe voltunk. Bulgáriában. Bécsig, ha elmegyünk. Az első osztályban beiratkozott gyerekek magasabb arányban vannak migrációs háttérrel, mint egyébként német vagy osztrák háttérrel, kész. Nem tanulnak meg németül, nem akarnak megtanulni, otthon senki nem készteti őket, hogy németül tanuljanak, és így ezek német gyerekek kezdenek el hozzájuk igazodni. Ez Alakvárosra fogunk menni, tehát itthoni fürdőket fogunk látogatni, arborétumokat, nem megyünk külföldre. De hát voltak Bécsben. Akkor még Bécsben nem történtek ilyen atrocitások. Össze, hát mondjuk a fenekünk Lukát összehúztuk egy kicsit azért. Vannak időpontok, amikor ha kimegyünk az utcára, akkor nem is látni már szinte fehér embert. A villamosokon, autóbuszokon, ott nincs, csak színes emberek vannak. Persze, ezt tudom, a nővérem, unokanővérem is mondja. Miket mesélt Bécsről? Félnek. Mitől? Hát ettől a... hogy hívják őket? Emigránsoktól. Vagy milyen migránsoktól. De miért, mi mit csinálnak ott a migránsok? Hát drága, halljon mindenhol, nem? Nem szeretnék én magam úgy élni a családommal, ahogy azokon a területeken élnek, mondjuk Molenbeekben. Ottani lakósok élik a saját életüket, turisták látogatnak, jól érzik ott magukat, és ilyen migráns, ilyen rohadékok jönnek be, és bármelyik pillanatban fölrobbanthatnak, valamit késelhetnek, vagy lőhetnek. Találkozott ön már menekültel? Hogyne. Hol és mikor? Keleti pályaudvarnál. És milyen tapasztalatai voltak? Gyönyörű. Szétdobálva a szendvics, dzsúa, mocsó, kosz, lögdösödés. Na szóval hadd ne ragozzam. Nézzék meg, hogy a hírek, miután először megpróbálják letagadni, hogy terrorcselekmény történt, mert mindig úgy kezdődik, hogy hát úgy néz ki, hogy egy magányos elkövetőről van szó, egyelőre a terrorszálat nem láttuk. Na de hát itt arabul beszélt meg, azt mondta, hogy állakában. Hát lehet, hogy ez is volt, és akkor jönnek a felvételek, másnap reggel már beismerik, és aztán kiderül még utána, hogy hát tudtuk ám, hogy ki ez. Mi már ezt régóta figyeljük, a rendőrség meg a szolgálatok látókörében volt. Sok mindent nem közölnek velünk, mert hát nem szabad nekik közölni, mint hogy nyilatkoztak ottan is a svédek is, meg a németek is, hogy nem szabad nekik nyilvánosságra hozni, mindjárt rasszistának nevezik őket. Mindez, amit a televízióban látnak és hallanak, az mind igaz. Az pontosan úgy van, és nincsen túlzás. Azért ennek mégiscsak az a következménye, hogy európaiak, németek, franciák, belgák halnak meg. Ugye most volt a napokban két éve, hogy Brüsszelben. Az a brüsszeli támadás. Az európai életformát támadták meg. Hát ne repkedjetek már. Ha repülőre szálltok, mindig az legyen a fejetekbe. Föl fogunk benneteket robbantani. Kérdés megengedem. Köszönöm szépen, ha megengedi, én mennék, mert várnak a csepeli választani. Azt kérdezni, hogy mi a különbség a migránsok és a letelepedési kötvénye ide érkezők között? Igen, szép. Tetszik. Én azt beszélték most egy-két ember, nagyon jó élmény volt, és azt mondták, okay, köszönöm. Szükség volt. Szóval az helyén való, hogy a szíriai diktátorok bűnöző kollégái Magyarországra jöhetnek Magyarország letelepedési kötvénye? Köszönöm szépen, mert szerintem jó volt egyébként, az emberek jól vették ezt a kérdést. Sok baromságról, amiről ez a liberális sajtó próbál itt minket megetetni, az nem érdekli az embereket. Úgyhogy. De még egyszer nagyon szépen köszönjük. Szevasztok, minden köszönjük jót kívánok. Köszönjük, hogy itt voltál, vigyázz magad. Szervusztok.